Hello! Szevasztok, szevasztok, köszöntök mindenkit itt a Konzorg Szervizénél. Látod? Látod, ez mekkora? Ráragadt a doboz. Gondolták a PC srácok, hogy összedobnak nekem egy pakkot, hogy szigorúan kölcsönbe, hogy nézzem meg ezeket a cuccokat, ezt a kést lerakom meg. Nagyon nagy. És mondjam el majd róluk a véleményemet, most csak megmutatom, hogy miket kaptam. Gyújtós. Egy. Gyújtós, kettő. Gyújtós, három. Nem tudom, arrébb teszem, jó? Mert... ó, borzalmasan nagy. Ez mi? Atya világ! Razer Thrasher Ultimate Wireless Surround Gaming Headset és rajta, hogy Official Licensed Product PS4. Az igen! Ezt le lehet szedni róla, vagy? Ezt gyorsan megnézzük, erre kíváncsi vagyok, erre baromira kíváncsi vagyok. Oh! Hú, srácok! Hú, de kicsi. Ott a PlayStation logó rajta, jó? Van, nem láttuk, nem láttátok, mindegy. Wireless! Van kis ládája, nézd már, itt egy kis PS4 lenne. Na, hát ezeket már meg fogjuk nézegetni. Mik ezek, te jó ég? Hát erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, de na jó, oké, tegyük vissza. Nem multiba készült, ugye, szokták mondani. Ugye elfordítható, jó, tök jó, tök jó. Hogy megy vissza? Mik lesznek itt? Tehát ezt próbálni fogom. Ez biztos. 7.1 az mindig tök jó. Nagyon patent. Ballaszt. Egy egér. Razer Basilisk. Ergonomic Front Factor. Ergonomic FPS Gaming Mode Razer Chroma világítása, viszont ez jobbkezes lesz. Nem baj, megnézzük, hogy mennyire használható. Nekem is, vagy elkezdünk jobb kézzel játszani, mi a fene? Jó, ezt ide teszem most már. Hungarocen. Spirit of Gamer Elite K10. Három háttérvilágítással, mechanikus érzetű billentyűkkel, jól néz ki, gondolom, hogy ez is fém, mint a K5 Pro, megnézzük ezt is, ide rakom. Nem, milyen fene ez? Jó, egy ilyen overwatch-os egérpad, ezt is megnézzük, hogy mi ez. És igazából... egy vízi, ilyen mentő bójába kaptam valamit. De a Ford ezért jó ez. Mindent ő megvédi. Na, ja nem van, csak ragadtam. És ezt meg. És ez így marad. Hú. Razer Elektra V2 Elektra. Razer Elektra V2 Analog Gaming and Music Headset. Music Headset. Na ilyet sem láttam még, hogy gaming és music headset.
Igen, mert nem az a tolakodó hivalkodó, és hú, mennyi jack van itt kérem szépen, van több is, meg van szerintem hosszabbítója is, van egy levehető mikrofonja, amit így hirtelen látok. Kíváncsian várom, hogy ezeket kipróbálhassam. Nyilvánvalóan nem most fog ez megtörténni. No, ezeket a cuclikákat kaptam most. Nem kell idénynek lenni, mert nekem ezeket ugye vissza kell adjam. Sajnos. De hogyha eléri a posta 10 000 lájkot, akkor valamelyiket szinte megtartatom, nem? És nem tudom hol tenni akkor ez a dobot. Tehát mindig jó új cuccokat kipróbálni, illetve ugye mindig kérdezitek, hogy erről mi a véleményem, arról mi a véleményem, mit ajánlok, hogy ajánlok. Nem nagyon szeretek olyat ajánlani, amit igazából nem ismerek. Nagyon sok headsetet, meg egeret, meg mit tudom, hogy micsodát próbálgattam már. Ez nagyon durva. De... Azokat tudom igazán szívből ajánlani, amit látok és tapintok, mert az biztos, hogy jó. Vagy ugye nem jó, azt is elmondanám. Úgyhogy ezekből ez kicsomagolás és teszt, illetve bemutató, az elkövetkezendő 2 hét folyamán kerülnek fel videóformájában. Nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy melyiket szeretnétek, hogy legelőször megnézzük, legelőször kipróbáljam, legelőször kicsomagoljam, legelőször bemutassam. K10, Elite K10-et, ezt pontosan azért kértem, mert ez is egy nagyon jó áru billentyűzet, és nagyon szeretném megmutatni nektek, hogy mit tud és milyen, hiszen ugye a K5, Spirit of Gamer K5 Pro vagy Pro K5, az tök jó bejött nektek, és nagyon sokan meg is vettétek, és nagyon sokan örömmel használtok. Én is azt használom. Én is azt használom, szóval. Megnézzük ez a K10-et, hogy ez jobb-e, vagy nem jobb-e, vagy milyen, vagy hogy van, annak lehet, hogy valakinek nem tetszik a világítása, aztán ez meg, hogy egy színbe is tud világítani, ez lehet, hogy valakinek jobban bejön. Na mindegy, az egére mindenféleképpen kíváncsi vagyok, nagyon rajta vagyok most már a gamer egereken egyébként, mert látom most már, hogy azért egy ideje már játszok így komolyabban PC-n. Hát na, úgy, ahogy komolyabban érted, van egérpadom is, tudod, meg rendes gamer egerem is, ami világít. Szóval kíváncsi vagyok. Headsetben is utazom most már, tehát most már egy ideje ugye komoly headsetet használok, az Asus ROG Strix Fusion 300-at, ami tényleg egy olyan univerzális headset, ami nekem a legjobb, tehát tudom használni az Avermédiával, a PC-vel, a PS4-vel, az Xbox One-nal, a PC-vel, a USB-vel is tudom használni, frankon világít is, tök jó hangja van, be tudom kapcsolni a Virtual 7.1-et, aminek van egy brutál jó hangja. Nagyon kényelmes, viszont megnézzük ezeket a cuccokat is, ez meg ugye kifejezetten PS4-hez is való. 7.1 Surround Sound Audio, ezt lehet, hogy én ma kibontom, aztán kipróbáljuk. Horizon. Na jó, oké, ennyi srácok, ezek a cuccaim vannak most, ezeket szerváltam nektek, hogy megmutogassam nektek, aztán hogyha van valami speckó igényetek, azt kommentben ott van, leírásban meg. Most nem teszek semmit, mert majd mindnek a terméknek külön ott lesz a leírása, amikor oda kerül a sor. Köszi szépen, hogy itt voltál, megnézted, megtekintetted. Aztán találkozunk legközelebb is. Én meg nekiállok, akkor majd ezeket így letesztelgetni, meg megnézegetni, és mindenről beszámolok nektek. Csá!